Aradi vértanúk vármegye szerte megemlékeztek az 1848-49-es szabadságharc kivégzett tábornokairól. Keresztény válaszok, a keresztény értékrend, valamint a keresztény politizálás jelenéről és jövőjéről beszélgettek Mária Pócson. Nőtt a pazarlás, több mint 500 háztartásban vizsgálta a Nébik a fogyasztói szokásokat és az élelmiszer hulladék mennyiségét. Országszerte így Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is megemlékeztek az aradi vértanúkról. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Idén 175 éve annak, hogy október 6-án kivégezték azt a 13 honvédtisztet, akiket a Nemzeti Emlékezet a 13 aradi vértanúként tart számon. Nyíregyházán az érkertben álló Damjanics szobornál koszorúzással és Kossuth nótákkal tisztelegtek a 13-ak emléke előtt a Nemzeti Gyásznapon. Koszorúkat helyeztek el Nyíregyházán a Damjanics szobornál. Az aradi vértanúk tiszteletére tartott megemlékezésen Nyíregyháza alpolgármestere Úrik Attila az aradi 13-ak sorsán keresztül méltatta a szabadságharc történéseit. A nagy magyar sorsfordító eseményeket biztos, hogy nem szabad elfelejteni, mert örök tanúságokkal rendelkeznek, így a 175 évvel ezelőtt történt aradi vértanúk esete is a forradalmi szabadságharc lezárásaként, hiszen legtöbbjük nem magyar volt, legtöbbjük végigharcolta ezt a majdnem másfél esztendőt, feláldozta az életét egy ügyért, amiben hitt, összetartott, közösen cselekedett, és azt hiszem, ezek olyan fogalmak, amelyek a mai világban is élnek még, hiába 175 évvel ezelőtt volt. Fehér rózsákat helyeztek el a kopjafáknál a Magyar Honvédség II. Vitéz Vattai Antal területvédelmi ezredének ifjú kadétjai. Az alpolgármester beszédében arra is kitért, miért fontos az emlékezés a Z generáció számára. Meg kell emlékezni azokról a nyíregyháziakról, a hármas vármegyéből származó rengeteg katonáról, aki végig harcolta ezt a közel másfél esztendőt, életét is áldozva, megnyomorodva, talán is utána vállalva azt is, hogy esetlegesen elvitték az oszták hadseregben, vagy hogy bujkálnia kellett, vagy lelkileg ment tönkre ebbe a vereségbe, és állnia kellett a Bach korszakot, és azt a közel 10 évet, amikor Magyarországot szinte teljesen elnyomták, és megbénította az oszták közigazgatás, a németját használatával, a titkosszolgálatokkal együtt. Úgyhogy ezek olyan események, amelyek szerintem a mai világ van is megismétlődhetnek, jelen vannak, mert az ember az nem változott az emberi faj kialakulása óta, csak a korszakok változnak körülötte, és a fogalmak, amelyek kialakultak, és amelyeket érdemes megtanulni, azt át is kell tudni adni a fiataljainknak, a jövő generációjának, hogy még 175 év múlva is emlékezzenek Damjanicsékra, Kossuthra, mindazokra, akik egykoron a magyar ügyért harcoltak. A koszorúzáson képviseltette magát több nyíregyházi intézmény, illetve civil szervezet is. A megemlékezésen 48-as dalok hangzottak el a Fegyveres Erők és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas Klubjának Honvéd Népdalköre előadásában. Magyar huszár lovat nyergen haj, csillog villog a fegyvere haj, bús a lének, mert a lajtán hetek óta áthallik a Kossuth nóta. Gázolt a vonat szombat este Nyíregyházán, a Vásárosnaményból Nyíregyházára tartó Nyíregyháza külső állomásról 6:30 tovább induló vonat elgázolt egy embert, akit a mentők súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. A baleseti helyszínelést követően még szombat éjjel helyreállt a forgalom az érintett vonalon. A keresztény értékrend, valamint a keresztény politizálás jelenéről és jövőjéről rendezte kerekasztal beszélgetéseket Mária Pócson. Az eseményen politikusok és olimpiai helyezett sportolók beszéltek a fiataloknak arról, mit jelent számukra a keresztény közösségekhez való tartozás. A kétnapos rendezvénynek a Mária Pócsi családvár adott otthont. Egy nehéz időszakban a mostani fiataloknak egy bizonytalan nemzetközi és sok esetben kihívásokkal teli hazai környezetben kell utat mutatnunk. Ezt mondta Kis András a Mária Pócsi családvárban rendezett kétnapos eseményen, amelyen a közéleti és politikai szereplők mellett olimpiai helyezett sportolók is beszéltek a keresztény élet értékeiről. A rendezvényt az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség, a Hieroteusz Egyesület, valamint az Ung Tisza Szamos Túr határmenti turisztikai és természetvédelmi egyesület közösen szervezte.
Mi egy keresztény választ, egy keresztény utat kívánunk, egy olyan utat, aminek a középpontjában Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye fejlesztése, a szülőföldön való boldogulás és megmaradás áll. Mi azok a fiatalok vagyunk, akik itt vagyunk a fiatalok között. Nem mentünk el máshova, nem mentünk el ha el is mentünk nagyvárosba tanulni, visszajöttünk, és itt képzelünk jövőt. Itt maradunk, velük vagyunk, és velük együtt is. A megye jelenlegi vezetésével, a régió jelenlegi vezetésével, a polgármesterekkel, a civil szervezeti vezetőkkel közösen képzeljük a jövőt. Az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetségre azért vagyok büszke, mint ifjúsági szervezete, mert az a szervezet Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében, amely a fiatalok valós problémájára valós válaszokat ad. A határon innen és túlról érkezett meghívott vendégek között volt Nagy Zoltán is Nyírkátáról, aki a görögkatolikus egyházmegyénél dolgozik, cigánypasztorális megbízottként. Próbáljuk szüléstől teljesen a felnőtt korig végigkísérni, főleg a hátrányos helyzetű gyerekeket, itt beszélünk a cigány gyerekekről is, nem csak a magyarokról. Bár Nyírkát a háromhás település, így azért mondom, hogy kompletten így beletartozik mindenki, akit el tudunk érni hátrányos helyzetű embereket, azoknak próbálunk segíteni. És mivel mi görögkatolikus közösség vagyunk Nyírkátán, így nagyon fontos nekünk az, hogy a görögkatolikus keresztény hitnek a megtartása és annak az értékrendje által tudjuk ezt a felzárkózást, ezt a segítségnyújtást kivitelezni a hétköznapokban. Az első kerekasztal beszélgetés résztvevője Papp László, Debrecen polgármestere, valamint Nagy Varga Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára volt. Papp László azt mondta, Debrecenben különösen jó a viszony a történelmi egyházak és az önkormányzat között, a városban a diákok egynegyede egyházi fenntartású intézményben tanul. Nagy Varga Zsófia hangsúlyozta, a fiatalok számára ma különösen fontos az értékközösségek megtartó ereje. Eléggé zűrzavaros időszakot élünk, és a fiatalokat ez eléggé megtépezze, szokták mondani, egy érzelmi hullámvasúton ülnek, és ilyenkor van igazán szükség fogóckodókra, arra, hogy a gyökerekhez tudjanak nyúlni és tartozni, és ezt ők maguk is megfogalmazzák. A legtöbbször, amikor találkozunk fiatalokkal, és egyébként az ifjúságkutatások is ezt mutatják, azt szokták mondani magukról, hogy magányosak, tehát hiányoznak nekik a közösségek. Úgyhogy mit is tud tenni a kormány, a közösségeket kell támogatni, és erre nagyon sok jó gyakorlat van. Nyilván ezt nem felülről kell megmondani, hogy mit csináljanak, hanem az adott helyi közösségekre kell bízni, hogy milyen közösségi programokat szerveznek. Nagy Varga Zsófia, a kormány a fiatalok számára kedvező intézkedései közül kiemelte, hogy a középfokú köznevelési intézményekben az utolsó évfolyamon ingyenessé tervezik tenni a jogosítvány megszerzését, emellett bevezették az országbérletet, 2022 óta pedig 25 éves kor alatt a fiatalok személyi jövedelemadómentességet élveznek. Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyéből mindössze 7 fő vett részt a Nébik legutóbbi maradék nélkül program kutatásában. Országosan viszont több mint 500 háztartás, vagyis csaknem 1400 fogyasztó figyelte egy héten keresztül a keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét és minőségét. Az eredmények szerint fejenként évente átlagosan 62 kg élelmiszer hulladékot termelünk. Penészes tejföl és megfonyadt uborka. Ezek mind a kukában kötnek ki, pedig a kidobásuk elkerülhető lett volna. A Nébih maradék nélkül programjában 2016 óta tanulmányozza a háztartásokban keletkező élelmiszer hulladékot. A legutóbbi, 5. felmérés alkalmával 2023 év végén 501 háztartásban összesen 1388 fogyasztó adatait összegezték országszerte, de ebből mindössze 7-en voltak Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyeiek. A tendenciák az elmúlt években folyamatosan azt mutatták, hogy a Magyarországon kidobott élelmiszerek, azok folyamatos mennyisége folyamatosan csökkent. Amíg 2016-ban ez Magyarországon lakosonként évente 70 kg-ot tett ki, addig ez folyamatosan csökkent az elmúlt években. 2022-ben már alig volt több, mint 60 kg. Sajnos a 23 éves felmérések azt mutatják, hogy ez 2 kg-mal nőtt, tehát hogy a legújabb felmérések szerint 62 kg élelmiszert dobunk ki fejenként a kukába. Ez a teljes lakosságra vetítve 594 ezer tonna. Ez körülbelül 100 ezer afrikai elefánt súlyának felel meg. A tendencia megtörésének egyik oka az lehet, hogy COVID alatt jobban odafigyeltek a magyarok az élelmiszerekre és azok felhasználására,
Ma viszont erre már nincs idő. A másik befolyásoló tényező pedig a csökkenő élelmiszerár infláció lehet. A 2 kilós gyarapodás szinte teljes egésze az elkerülhető élelmiszer hulladékok, vagyis a tiszta pazarlás területén jelentkezett. A kidobott élelmiszerek 3 kategóriáját különböztetjük meg. Az egyik része az, ami alapvetően nem elkerülhető. Ide tartozik például a tojásnak a héja, a sárgarépának a megpucolt része, de a kávézac vagy a teafilter is. Ezeken nem nagyon tudunk tudatosan változtatni, ennek a mennyisége gyakorlatilag állandó. Van egy nagyon jelentős része, amit úgy nevezünk, hogy elkerülhető élelmiszer hulladék, ez gyakorlatilag megegyezik a pazarlással, tehát ez az, amit ha jó gyakorlatot folytatunk, akkor megmenthető, vagy előre gondolkodunk, akkor nem kerülnek a kukába az élelmiszerek. Ez több mint 25 kg a 62-ből, és a növekedés is ebben a szegmensben jelent meg, tehát ebben a szegmensben találtuk a 2 kg-os emelkedést, és ebből is kiemelkedik a készételeknek a kidobása. Az elkerülhető hulladék mennyisége tudatosabb fogyasztói magatartással csökkenthető. Bevásárlásainkat, azokat úgy tervezzük meg, hogy például bevásárlólistával megyünk el vásárolni, ami azt jelenti, hogy előre tudatosan otthon megnézzük, felkészülünk, hogy milyen élelmiszerekre van ténylegesen szükségünk, és nem éhesen megyünk el vásárolni, mert én is hajlamos vagyok ilyenkor mindent össze dobálni a kosárba, hazavinni, és akkor otthon szembesül vele, hogy nincs is annyira szükségünk rá, és ezek az élelmiszerek gyakran végzik a kukában. A legutóbbi felmérésben résztvevő háztartások több mint 80%-a úgy gondolja, hogy tudná csökkenteni az általa megtermelt élelmiszer hulladék mennyiségét. A tendencia további vizsgálatához már megnyílt a jelentkezési lehetőség a 2024-es felmérésre. Ennek keretében a mérési időszak alatt bármely összefüggő 7 napban tételesen rögzíteni kell egy hulladéknaplóban a háztartásunkban keletkező élelmiszer hulladékok tömegét gram pontossággal. Interaktív előadások, olvasás, népszerűsítő programok és segítő kutyák várták a gyerekeket Máté Szalkán a Képes Géza városi könyvtárban. 5. éve szerveznek programsorozatot a Magyar Népmese napjához kapcsolódóan, amely egyre többeket vonz a könyvtárba. Az idei évben speciális nevelési igényű gyerekek is csatlakoztak a kezdeményezéshez. Ő nem szereti a csontot. Vigasztalta a malacka és egy táblacsokit nyújtott Morzsi felé. Ezt edd meg, ez nagyon finom. A Magyar Népmese napját ünnepelték Máté Szalkán a Képes Géza városi könyvtárban. Nem csak Benedek Elek születésnapján, hanem egész programsorozattal. Szeptember 30-a Benedek Elek születésnapja, 2005 óta egyben a Magyar Népmese napja. Már tulajdonképpen 2 hétre duzzadt a népmese ünneplése. Az első héten több száz diák és óvodás látogatott el, vagy mi olvastunk nekik mesét, vagy pedig ők olvastak egymásnak, és természetesen mindenkit beavattunk abba, hogy mi is ez a programsorozat, és miért most ünnepeljük. A Képes Géza városi könyvtárban idén több mint 100 diák vett részt a programokon. A nagy érdeklődés miatt még október első hete is a mese körül forgott, fogalmazott a könyvtárigazgató. Népmese napját azt mi általában mindig egy csúcsrendezvényünkkel, ami nem csak a gyerekekről szól, hanem mostanra már családi nappán nőtte ki magát. Ez a mesés csődület, ezt szeptember 28-án tartottuk meg. Az idei évben már az 5. születésnapját ünnepelte ez a rendezvény. 100-os nagyságrendben voltak látogatók, akik a meseösvényt végigjárhatták, és a program végén pedig ajándékba kaptak a könyvtártól egy interaktív meseelőadást, amit a Sanyi Én és a Gyerekek produkció adott elő. Fergeteges tapsal fogadta őket a közönség. Idén olyan diákok is kapcsolódtak a rendezvényhez, akik speciális nevelési igényűek. Számukra külön foglalkozást is szerveztek. A Sansz Alapítvány munkatársai látogattak el Máté Szalkára Debrecenből, akik segítőkutyákkal mozgatták meg a fiatalokat.
Cina Árpád hozzátette, a könyvtár látogatói között egyre több az óvodás vagy annál fiatalabb gyermek, akiket a szülők már egészen fiatalon bevezetnek az olvasás és a mesék világába. Hazai pályán szenvedett vereséget a Nyíregyháza Spartakusz az NB1 9. fordulójában. A Sparia Diósgyőrt fogadta, és a vendége 2-0-ás győzelemmel távoztak a Városi Stadionból. A forduló további eredményei a következők: Puskás Akadémia DVSC 1-0, Eto FC Győr Fehérvár FC 3-1, MTK Budapest Kecskemét 3-1, Zalaegerszeg Újpest 0-2 és Paks Ferencváros 3-1. A tabella élén a 18 pontos Ferencváros áll, megelőzve az egy mérkőzéssel többet játszó szintén 18 pontos Puskás Akadémiát. A 10 pontos Nyíregyháza a 7. helyen várja a válogatott szünet utáni folytatást. Három nemzetközi versenyt rendeznek Szabolcs-Veresmarton a Határok nélkül teniszakadémián. Október utolsó hetében és november első hetében egy-egy 15 ezer dollár összdíjazású ITF tornán lépnek pályára a férfi játékosok. November végén pedig egy nemzetközi junior versenynek ad majd otthont az akadémia. Nyáron már rendeztek két 15 ezer dollár összdíjazású ITF tornát a Vármegyében, június második felében Nyíregyházán ütötték a labdát a feltörekvő fiatal teniszezők. Ez a szint ugyanis a belépő a profi tenisz világába. Szabolcs-Veresmarton két évvel ezelőtt már volt egy 25 ezer dolláros verseny, októberben és novemberben pedig két ITF és egy nemzetközi junior torna házigazdája lesz a Határok nélkül teniszakadémia. Mind szabad téren, mind fedett pályán van olyan létesítményi háttér, hogy versenyt lehet rendezni. 2022 ugye szabad téren volt ez a verseny, idén pedig két profi versennyel bővül gyakorlatilag a létesítménynek a kihasználtsága. Ugye október utolsó hetében és november első hetében egymás követő héten lesz két 15 ezer dolláros férfi profi verseny, ami a nemzetközi profi teniszvilágnak a belépő szintjét jelenti, és ráadásul még tovább tudjuk bővíteni a palettát, mert aztán november végén egy nemzetközi junior verseny is megrendezésre kerül, úgyhogy idén három verseny lesz, és hát nagyon-nagyon szeretnénk, és közösen az a célunk és a vágyunk, hogy hosszú távon minél jobban tudjuk a figyelem középpontjába helyezni Szabolcs-Veresmartot is, és a magyar tenisz nemzetközi versenyrendszerébe minél jobban bevonni ezt a létesítményt. Nyáron 20 ország versenyzői léptek pályára Nyíregyházán, és Szabolcs-Veresmartra is a világ minden tájáról érkeznek majd teniszezők. Nagyon sok teniszező versenyző van, mert mindenki nagyon jól tud teniszezni, roppant jól teniszezik mindenki, aki a világranglistán a 300-dik, aki a világranglistán a 700-dik, egy épésző ember nem is veszi észre, hogy mi a különbség, mert mind a kettő nagyon egyforma típusú játékot játszik, annyi a különbség, hogy kinyeri meg a fontosabb pontokat, de mi is azt várjuk ettől a versenytől, hogy itt azért lesz világranglistán 300-an belüli, meg azon kicsit kívüli versenyzők is, de akár kijön és kilátogat és megnézi ezeket a versenyeket, nagyon-nagyon magas a színvonal. Én voltam kint a Marsónál is, és ott is ilyen 300-400-500-ig világranglistás játékosok voltak, de tényleg a színvonal az olyan magas volt, hogy mindenki tud teniszezni, mindenki tud szerválni, mindenki tud nagyot ütni, és tényleg le a kalappal, azt élőben ott érzi az ember át, hogy micsoda sebességre képesek a labda megütésénél a játékosok. A versenyeken 32-es lesz a főtábla, a selejtezőben is 32-en indulnak majd. A szervezők több fiatal magyar teniszező számára is szabadkártyát biztosítanak a selejtezőkre. Megszerezte 5. bajnoki győzelmét a kisvárdai futballcsapat Révész Attila együttese az NB2 9. fordulójában, a BVSC Zugló otthonában nyert 2-0-ra. A további eredmények a következők: Mezőköves Budafok 3-3, Szentlőrinc Szeged 0-0, Csákvár Vasas 2-1, Soroksár Tatabánya 2-0, Ajka Kozár Mislen 1-1, Gyirmód Budapest Honvéd 3-1 és Kazinc Barcika Békés Csaba 2-1. A tabella élén a 17 pontos Gyirmót áll, a 15 pontos Kisvárda a 4. helyen várja a folytatást. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban.
A magyar kormány 2001. november 24-én nemzeti gyásznappá nyilvánította október 6-át, az aradi vértanúkat, 12 magyar tábornokot és egy ezredest az 1848-49-es szabadságharc leverése után Aradon végezték ki. Rájuk emlékeztek országszerte. Nyíregyházán a Damjanich szobornál elevenítették fel a 175 évvel ezelőtt történteket. Határon innen és túlról egyaránt érkeztek vendégek Máriapócsra az elmúlt hétvégén, ahol politikusokkal és olimpikonokkal együtt rendeztek kerekasztal beszélgetéseket fiatalok számára. A kétnapos rendezvény célja a keresztény értékek, a keresztény politizálás jövőjének megvitatása volt. Megtört az élelmiszer pazarlás évek óta a tartó csökkenési trendje a maradék nélkül program legfrissebb kutatási eredményei szerint. Ennek eredményei alapján fejenként átlagosan 62 kg élelmiszer hulladékot termelünk a háztartásunkban egy év során, amely a teljes lakosságra vetítve 594 ezer tonna. Az élelmiszer hulladék toplista élén továbbra is a kész ételek állnak, amelyeket a zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk követnek. Október 7-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra! Kedd hajnalban főleg észak-keleten lehet páraköd, réteg felhőzet, ezek feloszlását követően változóan felhős idő várható több órás napsütéssel. Csapadék estig nem valószínű. A déli délkeleti szél sokfelé megélénkül, napközben 15-17 fokig melegszik fel a levegő.